Köszöntöm nézőinket, annak a Kultúrszoba című műsorunkat látják. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Egy óra belőlünk a Zene Világnapját ünnepelték a Garai diákjai Szekszárdon. Tarolt a Kutatók éjszakája programsorozat. A kiemelkedő munkát díjazták a Honismeret jegyében. Egy anyakönyvvezető emlékei Sas Erzsébet tollából. Kiállítás megnyitó az Ady Endre Technikumban, az iskola egyik tanárának alkotásai díszítik az intézmény falait. Egy óra muzsikálást kínáltak a fellépők mindazoknak, akik a Zene Világnapja alkalmából tartott diákkoncerten részt vettek. A szekszárdi Garai János gimnázium dísztermében az iskola tanulóiból álló vegyes kar és hangszeres előadók léptek fel. Az Egy óra belőlünk című program az egész tanévet végig kíséri komoly zenei koncertjeivel. A mostani a nevelési év nyitó rendezvénye volt, amelyet a Zene Világnapja alkalmából szerveztek. Naszladi Judit énekzenetanár karnagy elmondta, komoly felkészülés előzi meg a fellépéseket, amely egyúttal jó alkalom arra is, hogy a fiatalok közönség előtt is megmérettessenek. Hangszeres diákokat kértem, együttműködő partnerünk a Liszt Ferenc Zeneiskola művésztanárai, kiválasztottuk a tavasz folyamán azokat, akik képesek arra, hogy közönség előtt játszanak, szórakoztassák a fiatalokat, és a gimnázium újonnan alakult vegyes kara, amiben tanárok is vannak, énekelnek, bemutatják az előző tanévben a versenyeken elért versenyeken, arany minősítéssel szerzett műsorukat, citera kísérettel. Ez a zeneiskolai tanároknak is jó, hiszen ők versenyekre készítenek föl, de a diákoknak is, és nagyon sok kollégám, aki megtisztel bennünket, ilyenkor látja meg, hogy azok a diákok, akiket naponta tanítanak, azok ilyen területeken is mit tudnak, és rácsodálkoznak a tehetségükre. A műsorban fellépett az iskola klarinét együttese is. Én készítettem föl a klarinét kvartettet, ők mindannyian a Garai Gimnázium tanulói. Gyakorlatilag direkt azért alakítottuk ezt a kvartettet, hogyha bármilyen iskolai rendezvény van itt a Garai Gimnáziumon belül, akkor bármikor készen létben legyenek a gyerekek, és legyen műsorunk készen. Egyébként a fúvózenekarban is játszanak a gyerekek, már 4 éve hozzám járnak, hál' Istennek a zeneiskolába. Igaz, már régebb óta még az előző kollégától vettem át őket. Tulajdonképpen minden hónapban szokott lenni az egy óra belőlünk, és általában a kvartett mindig részt vesz. Tavaly debütáltak először ugyanezen a szeptemberi koncerten, csak egy másik dátum volt nyilván, de egyébként szívvel lélekkel csináljuk, és igyekszünk minél többször megjelenni a városi életben is, hiszen tavaly voltunk egy bajai versenyen, ahol aranyminősítést kapott ugyanez a kvartett, úgyhogy igyekszünk mindenkinek örömet szerezni ezzel. Naszladi Judit nem csak a Zene Világnapján fogja össze a muzsikáló garaisok közösségét, hanem egész tanévben szívügyének tekinti a gyerekek zenei nevelését. Úgy gondoltam, hogy a Tolnai megyeszékhely nem lehet olyan megyeszékhely, ahol nem énekelnek a középiskolások, nem énekelnek a fiatalok. Rendszeresen járunk az operába, jövő héten 54 fővel utazunk Pestre, megnézzük az Magyar Állami Operaházban Verdi Nabucco történelmi operáját, opera nagykövetet várunk a tehetségnapokon és a Magyar Kultúra Napja alkalmából opera karand előadásra megyünk, és Tolna vármegyeiként egyedüli középiskolai énektanárként abban a szerencsés megtiszteltetésben van részem, hogy 2 hét múlva mehetek a gyerekekkel a Kodály gimnáziumba, a Kodály népdalmaratonra. Thank you.
A kutatók éjszakája keretében szervezett rendezvényeken minden tudományterület képviselteti magát érdekes tudományos programokkal. Érdeklődjön akár a természettudományok, műszaki tudományok vagy akár a művészetek iránt. Biztos, hogy mindenki talál számára érdekes és vonzó programot. Ehhez a programsorozathoz idén is csatlakozott a Garai János Gimnázium Szekszárdon, ahol még közelebb szeretnék hozni a tudomány világát a lelkes diáksereghez. A Garai János Gimnázium ebben az évben is csatlakozott a Kutatók Éjszakája programhoz, melynek célja a kutatói életpálya bemutatása és vonzóvá tétele. Az esemény 2006 óta Magyarországon is évente megrendezésre kerül. A Kutatók Éjszakája mindig sarkalatos programpontja iskolánk életének, hiszen mint egy magára valamit is adó gimnáziumban a tehetséggondozás áll a képzésünknek az egyik fókuszában, és ennek eszköze például nálunk a Kutatók Éjszakája is, amelynek a rendezvényeit egyébként, amióta létezik ez az országos programsorozat kiírása iskolánkban, minden évben megrendezzük. Így történik ez az idei alkalommal is. Igen változatos programokkal készülünk, a természettudományok állnak azért a súlypontjában elsősorban, de ugye van két évfordulónk is, a Petőfi 200, amelynek kapcsán például a könyvtárunkban egy a múzeális Petőfi kötetek gyűjteményéből, illetve hozzákapcsolódó múzeális kötetekből készült kiállítást fogunk megnyitni. A szervezők igyekeztek egy sokszínű programkínálatot összehozni, ezért idén minden tudományterület képviseltette magát. Olyannyira népszerű, hogy bizonyos előadásainkra regisztrálni kell előzetesen, egyrészt azért, mert korlátozott a befogadó képessége a helyszínnek, amely ilyen történik a program. Másrészt pedig tényleg most már akkora népszerűségnek örvend, hogy ilyen módon limitálnunk kell a résztvevők létszámát. Az esemény fő célja, hogy minél több kutatóval lehessen találkozni, személyes kapcsolatot teremteni, játszani, beszélgetni, sportolni, miközben bepillantást nyerünk a tudomány titokzatos világába. A programok annyiban változatosak, hogy a laborban érdekes fizikai, kémiai kísérletek fognak zajlani, amik látványosak és a laikusok számára is egy picit közelebb hozzák talán a természettudományok ilyen jellegű szépségét. Nagy sikere volt a Mikroszkopikus világ című előadásnak, ahol a diákok és a résztvevők bepillantást nyerhettek, hogy milyen más is a világ egy mikroszkóp alatt. Szokásos programjaink közül a mikroszkópizálás az, amit sosem tudunk elhagyni, mert olyan nagy érdeklődésnek örvend. Ezt a labor befogadó képességére való tekintettel minden évben regisztrációhoz kötjük, idén is, meg is telt a program nagyon gyorsan. A mikroszkópizálás során elsősorban vízi élőlényeket vizsgálunk meg. Láthatnak a diákok itt moszatokat, apró ízeltlábúakat mikroszkóp alatt, de papucsállatkákat is, szépen meg lehet őket festeni. Egy kicsit újítottunk, és most gombákat is bemutatunk. Penicillum és Aspergillus fajokat nézhetnek meg fénymikroszkóp és sztereomikroszkóp alatt is a diákok. Ezek szerintem nagyon újszerű ismeretekhez juttatják őket. A készülődésben a diákok is részt vettek, ahogy itt a háttérben is látszik, a biológia-kémia fakultációsok már készülnek, hogy segítsenek a kisebbeknek a felkészülésben. A programot hagyományosan egy csillagnéző túra zárta. Talán a legvonzóbb programjaink közé tartozik még az úgynevezett csillagnéző túra, amelyet a testnevelő kollégáink, illetve dr. Ságódi Jóvaj, a kolléganő, aki amellett, hogy matematika, fizika szakos, a csillagászattal is elég behatóan foglalkozik, és ő fog kivinni a Bati kereszthez egy egész komoly távcsövet, és az oda kitúrázó csapataink ott tájékozódhatnak az éjszakai csillagos égbolton is a program zárásaként, tehát gyakorlatilag késő éjszakáig fog tartani az iskola által szervezett programok összessége. A Kutatók Éjszakája mára a legnagyobb hazai tudományos ismeretterjesztő fesztivállá vált, ahol számos érdekességet tudhatunk meg a minket körülvevő világról, a tudomány segítségével, és megismerhetjük a magyar kutatók közösségét. Tengelice rendezte meg a 24. megyei találkozóját az Egyed Antal Honismereti Egyesület. Az eseményen a kiemelkedő munkát is díjazták, ezt követően pedig érdekes előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.
Színes, gazdag, tartalmas nap várta a történelem, helytörténet, honismeret elkötelezett kedvelőit. A megyei találkozón díjazták a kiemelkedő munkát. Az Egyesület 30 éves, és jövőre jubileumot ülünk a megyei találkozót tekintve is. Ezen a találkozón Tengelicet fogjuk bemutatni, mindig valahova vidékre igyekszünk kimenni, kivéve, hogyha nagyobb évfordulónk van, hiszen nagyon fontos, hogy megbecsüljük a vidéknek is a munkáját, és itt négyen az egyesületi tagjaink, akik az Értéktárbizottságnak is oszlopos tagjai, és júliusban vetődött fel az ötlet, hogy bemutatjuk a falut, megtiszteljük őket, hogy ide kijövünk. Farkas Zsuzsannával így vettem fel a kapcsolatot, és építettük ki ezt a mai programot. A köszöntők után, a programban először köszöntők hangoznak el, és a köszöntők után a díjakat fogunk átadni. A vendéglátó település, azaz Tengelic nevében Kajsza Béla alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kihangsúlyozta, hogy vigyék örökségére, értékeire joggal büszke Tengelic jó hírét szerte az országban. Az Országos Szövetség nagyobb díjakat ad a tagságnak, ezeket pályázat útján tudjuk elnyerni, és nagyon nagy örömünkre az Országos Szövetség legnagyobb díját, a Bél Mátyás díjat dr. Szőcs Zoltán kapta ebben az évben. Ő már az 50. Országos Honismereti Akadémián átvehette a díját a parlamentben. Ezen kívül 6 emléklapost tüntet ki a szövetség. Bél Mátyás emlékplakettet vehetett át Szőcs Zoltán, a Bonyhádon élő tanár, történész, geográfus, a Völgységi Múzeum nyugalmazott igazgatója, az Egyesület elnökségi tagja. Mint mondja, ez az elismerés számára a Honismereti Szövetség Kossuth díjának a megfelelője. Itt szeretném megköszönni a Tolna megye egyadanta Honismereti Egyesület tagságának és vezetőségének azt a megtiszteltetést, hogy a Bél Mátyás díjat átvehettem. Ez nagyon megtisztelő, hiszen a megyében én vagyok a 6., aki ezt a díjat megkapta, és azért is megtisztelő, mert Bonyhádon dr. Kolta László tanár úr, a korábbi honismereti szakköri vezető volt az, aki ezt megkapta. A kitüntetettek száma a megyei találkozón tovább gyarapodott, miután további 6 tag lehetett tulajdonosa az Országos Honismereti Szövetség emléklapjának. Köztük Gruber László, a Bonyhádi Gimnázium földrajz történelem szakos tanára. Igazság szerint engem általában úgy ismernek az emberek, hogy nem annyira a honomat ismerem, vagy a közvetlen környezetemet, hogy egy kicsit kielemezzem a szót, hanem inkább mint utazó ember, aki a világ minden táján előfordul. Nagyon nagy megtiszteltetés, és ezt nem csak udvariasságból mondom, szerintem az egy nagy dolog, ha az embert a szűkebb környezetében ismerik el, és külön köszönetet szeretnék mondani dr. Gesztesi Enikőnek, és természetesen az egész elnökségnek, illetve a felterjesztőknek. Mint említette, Tengelicre már szinte hazajár, mivel egy-egy távoli ország felfedezése után gyakran érkezik a településre előadásokat tartani és megosztani a helyiekkel ezen utazásait. Ezért is közel áll a szívéhez, hogy a díjátadóra itt került sor. További érdekes kapcsolódási pontra hívta fel a figyelmet. Az esemény izgalmas előadásokkal folytatódott, melyet régi, helyi, nemesi családok leszármazottjai tartottak, majd végezetül a díjazottak és az egyesület tagjai megtekinthették a község helytörténeti nevezetességeit a program lezárásaként. Mindemellett Tengelicre, mondhatom kicsit nagyképűen, hogy már hazajárok, bár nem ilyen minőségemben, hanem pont az útjaimról szoktam előadásokat tartani, beszámolókat tartani a népfőiskola kapcsán is. Ami érdekes volt talán, hogy egykori földrajztanárom, dr. Szőcs Zoltán is itt van a rendezvényen, aki megkapta a legnagyobb elismerést, amit honismeret területén megkaphat valaki, ez a Bél Mátyás díj, és ő nála annak idején, amikor megalapította a gimnáziumban a 80-as évek elején a honismereti szakkört, annak tagja voltam. Úgyhogy mondhatnám azt is, hogy egy picit visszatértem talán.
Megjelent Sas Erzsébet anyakönyvvezető 8. könyve, amely több évtizedes pályájának történeteiből szemezget. Természetesen az írásokban megmutatkozik a gyakorlott tollforgató, ismerős helyzetekbe viszel bennünket a szerző, mert legtöbbünk találkozott már anyakönyvvezetővel. Köteted nem csupán szórakoztató történetek gyűjteménye, hanem értékes kordokumentum is. Megjelent Sas Erzsébet anyakönyvvezető 8. könyve, amely több évtizedes pályájának történeteiből szemezget. Nagyon-nagyon régóta gondolkodtam rajta, hogy ezeket a történeteket meg kellene írni. Aztán egyszer csak nekifogtam és megírtam, az egyik történet hozta a másikat magával, de ez nem csak az esküvői történetekről szól ez a könyv, egy kicsit a hivatali életről, egy kicsit a saját életemről, tehát egy ilyen nagyon-nagyon összefoglaló arról az időszakról, amikor én a Városházán 30 évet eltöltöttem, mint anyakönyvvezető. A történetek nyilván a legérdekesebbek, de a többit is ilyen emészthető formában írtam meg, tehát jogszabályoktól nem kell félni, az nem lesz benne egy se. 55 történetet tartalmaz a kötet, hol vidám, érdekes, szomorú is akad. Hozzátette, a könyvben több témát is érint, bemutat. Nem tudok választani egyet sem, mindegyik nagyon kedves, és nagyon szomorúak vannak benne, nagyon-nagyon szomorúak, és nagyon vidámak. Meg hát érdekesek, meg titkok, meg mindenféle, aminek az olvasók szerintem nagyon fognak örülni. És milyen vidám, illetve milyen titkos dolgokra lehet fényderíteni a könyvben? Hát például az, hogyha valaki kimondja a nemet egy esküvőn, akkor mi történik utána? Hogy lesz? Vagy ha a vőlegény nem jó helyen jár, vagy hogyha bejelentkeznek, és másnap azonnal lemondják az esküvőt, hogy mi történhet egy éjszaka alatt. Ugye ezek nagyon érdekes dolgok, és mi történik akkor, hogyha egy halálos beteg ágyához megyünk kiesketni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amikről nem nagyon tudnak az emberek, hogy hogy működik. A szerző azt mondja, nincs recept a szerelemre, és egy kis szerencse is kell hozzá. Vagy rátalálunk, vagy nem. Van példa, meg ellenpélda is. Az az igazság, hogy amikor a vőlegény nézi a sarokba a pókhálót esküvő alatt, a mennyasszony meg éppen szemez a jóképű fotóssal, hát annak az esküvőnek nem sok jót jósolok, annak a házasságnak, de volt olyan is, hogy megismerkedtek a diszkóba mondjuk 8:30-kor, szombaton este, és hétfő reggel 8 órakor már az irodám előtt várták, hogy összeadjam őket, és azóta boldogan élnek 30 éve. Tehát nincs rá recept, hogy mennyi ideig kell ismernünk azt az embert, akivel össze... Szerencse kell hozzá. Vagy rátalálok arra az emberre, vagy nem találok rá. Sas Erzsébet kötete nem csupán szórakoztató történetek gyűjteménye, hanem értékes kordokumentum is. És hogy kinek ajánlja igazán a könyvet? Mindenkinek, akiket eskedtem, akiket nem eskedtem, akiket kétszer eskedtem, azokat, akik nem akarnak férhez menni, vagy nem akarnak megnősülni, akik megnősültek, de miért? A lányoknál ugyanez, tehát mindenkinek. Szerintem mindenki jól fog szórakozni rajta. A 500-nál is több igaz meséből az is tisztán kiviláglik, hogy az anyakönyvvezetői hivatás csak is szívvel, lélekkel lehet, szabad és érdemes művelni. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a TMSC Ady Endre Technikum is kollégiumban. Az intézményben egyébként nagy hangsúlyt fordítanak a művészetekre. Petőfi 200 címmel Székely Galéria kiállítás nyílt Tamaskó Komjáti Anett képeiből Szekszárdon, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégium aulájában. Petőfi 200 éve született, és erre az alkalomra festettem meg a portréját. Ezzel egyben összekötöttük a saját festményeimnek a kiállítását is. Egy hónapig látható itt az Ady Endre iskolában. Az országgyűlés a 2023-as évet Petőfi Sándor emlékévé nyilvánította, a költő születésének 200. évfordulója alkalmából. Ennek az évnek ugye van egy másik apropója, és a Petőfi 200. évforduló, ami
egy kicsit összekapcsolta a galériának az újranyitását és a megemlékezésnek a fonalát. Az alkotó, ugye Tamasko Komiáta Anett kolléganőnk a festményeivel nyitja meg az új kiállítását és a galériát, hogyha úgy tetszik, újra életre hívja, illetve az a Petőfi kép, ami a galériának az egyik főszereplője, az az ő kezemunkája és az emlékév alkalmából készült, és azt gondolom, hogy méltó koronája lehet az emlékévnek. A szervezők egy régi hagyományt szerettek volna újra feléleszteni, amikor is az iskola tanárai egy szélesebb körben is bemutathatják alkotásaikat. Az alkotó megegyezte, képei által szeretné jobban bemutatni a női lélek rejtett bugyrait, és a portré által még jobban kifejezésre juttatni az emberi érzéseket. 5 éve festek, és ide 20 festményemet hoztam el. Én tulajdonképpen embereket festek, főleg nőket, mert engem a női lélektan, női mély lélektan nagyon érdekel. Valahogy a képeimmel is azt szeretném kifejezni, hogy mik rejtőznek bennünk, milyen érzéseink, milyen hangulataink. Tulajdonképpen ezek az én érzéseim, az én hangulataim, de hogy alapvetően azt fogják látni a nézők, hogy itt többnyire a női megjelenések különböző formái lesznek láthatóak. A realisztikus ábrázolásmódon a portrék mögött megjelennek a mélyebb érzelmi viszonyok, a sötétebb árnyalatok használatával pedig megteremti a mélységet a festményben, mellyel még valósághűbb lesz a kép. Én olajfestéket használok. Azért választottam az olajfestéket, mert számomra nagyon fontos az, hogy alakítható legyen sokáig még egy festmény, és az olaj az képes erre, hogy több napig nem szárad meg, ezáltal folyamatosan alakítható. Borongós színeket használok többnyire, számomra nem borongós, csak tudom, hogy ez a visszajelzés, kicsit sötétebb tónusokat. Nekem ez az otthonérzés igazából, és ez nem azt jelenti, hogy boldogtalanok és szomorúak a portréim, nem, egyszerűen megmutatom azt, hogy az embernek vannak ilyen hangulata és ilyen érzései is. A kiállítás munkanapokon 10 és 3 óra között látogatható. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!